A közönség már elfoglalta a helyét. Mindenki feszülten várja, hogy kezdődjék a 2013-as Fonogram Portfólió Gála. Ha minden és mindenki készen áll, kezdünk! András, kezdés, gyere! Jövök már! Hölgyeim és uraim! Az év legrangosabb magyar zenei eseménye. Jöjjenek velünk önök is a Millenárista, a Fonogram Magyar Zenei Díj és a Voltfólió Fairplay Kulturális Média Ligála estjére. Öveket bekapcsolni. A színpadon a két házigazda, Fábri Sándor és Hajós András. Jó estét kívánok, köszönjük szépen! Jó Hajós estét. András! Fábri Sándor! Szervusz, köszöntelek! Ez itt a 2013-as Fonogram Voltfólió Fairplay díjátadó gála. Szeretettel köszöntünk mindenkit! Kérem szépen, tehát a mai estén egy ilyen katamarán díjkiosztó lesz, egy ilyen kétestű ulibuli, amelyből a Fonogram az régebbi hagyományokra tekint vissza. Itt ugyebár a szakemberek, szakfütyülők, szakmédiákok díjaznak különböző kategóriákban zenészeket, a Voltfólió az pedig éppen ennek a fordítottja, tehát ez azt jelenti, hogy a zenészek nyilvánítanak véleményt. 2010-es Fonogram gálán nem voltam ott, nem láttam, de hallottam róla, hogy történt valami, ami engem cselekményre sarkalt, hogy mi történt ott, azt tekintsük meg most. Egy kérdésem van csak, ki az SP? Én vagyok SP. Te vagy SP személyesen, nagyszerű! Most talán ebből is látszik, azóta eltelt egy kis idő, de Sándor nem mozog otthonosabban a hazai könnyűzenei élet szereplőiben. Láthatunk egy közös, hát mondjuk egy kis kiképzés félét? Hát igen, mert te nem tudsz róluk semmit, én meg valaki lehettem volna, és ebből összeraktuk, ami van. Sanyi, elhoztam az összeset, megvan, neked megvan ez a magyar könnyű zene? Én azt sem tudom, hogy ez egyáltalában itt kik lesznek, mit adunk át, kinek? De Sanyi, nem baj, ők se tudják, te ki vagy. Ne izgulj el, csak mondja, az alapfogalmakkal legyél tisztában. Tehát csak ismered ezeket az együtteseket. Kiket? A hip-hop élő klasszikusa, Fitzesz. Bájalex, azt tudod ki? Bájalex, súlyos. Zuhaker. Ezek varánusz gyíkokat lopnak, kérlek szépen, a Pálmaházból. Radics Gigit tudod. Radics Gigit az tudom. Olyan, mint a harangozó teri, nem, volt, csak szürgé. SP-nek annyira utána néztem, megint illegális az itt torna. Anna and the Barbies. Arról hallottam a rádióban. Elektronikus zene. Ligeti. Kurtág, hogyne, Ötvös jó, Péter. Most ők nem nomináltak. Hogyne, ők nem jelöltek. Okay. Independent pop. A, független a Kottától és a dallamtól. Nem lehet veled. Az alternatív zene az azok, akik nem tudtak zenélni. Hát Vahor mester azt mondta, hogy abba hagytuk a bizottsággal, mert már megtanultunk zenélni. De te DJ-kben hol tartasz? Bobónál? A kedvencem az, hogy DJ Paplan. Dariada, Insane, Junkies. Ők hol zenélnek? Tehát ilyen titkos klubokban? Nem, mint nem, az nem, őskeresztények? Nem. Tehát ilyen katakombákban zajlik nem. Ez? SP jön. Ma este első kategóriája az év hazai gyermekalbuma. Hol volt, hol nem volt, régi nóta szám. Volt két idegen, aki hirtelen egymásra talál. Csöpnyi, mint a könyv, nem számított rá, fél is még talán, szépség és a szöv. Az ember, mint a föld olyan, a gombócnak is lelke van. Szilvás gombóc, oh, 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 oh.
szín édes hó. Rajta van egy szín borcsó. Szilvás gombóc, ó, 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 megkóstolható. Benne van a kenyér, benne van a víz. Benne van a tudás, benne van az íz. Benne van az idő, benne van a só. Benne van a válasz, embernek lenni jó. Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy bemutató jelleggel kettőnkről inkább a Szilvás gombóc vagy a Szépség és a Szörnyetek című dal szólt-e, de a gyermek kategóriát, hogy hogyan választják ki vajon a gyerekek azt, mert nyilván a gyerekek választják ki, hogy ki a kategória győztese, remek bejátszónk van erről, tekintsük meg! Akkor nézzük meg, hogy kik ennek a kategóriának a győztesei. Az év gyermekalbuma. Bizek Emi, Álom szép négy. Ád nevet a holdsugár. Bogár Muzsika, Bogár Muzsika. Táncol a katica, kezdetét veszi a Bogár Muzsika. Tarka ruhába tündököl a hét, tengi csél. Korpás Éva, Malek Andrea. Az ördög fióka és a tündér. Majkám, ide néz én rám, kicsiket meginok bringám. Kovácsovics Fruzsina, elfeledett mézes csók. Paja Bea, altatók, dalok. Versek Álomország kapujában és azon túl. Hajnalban az ég alján kék arany fény látszik, kis macska a parket. És hogy ki lesz a díjazott, ahhoz segítségül jön a Bóbita Gyermekprogram magazin brand menedzsere, Szabados Emese. Kérem, fogadjátok szeretettel. Ilyen, ilyen, ilyen. Jó estét kívánok, sziasztok. Azt gondolom a magam részéről egy nagyon értékes és különleges misszió a gyerekeknek értéket hátrahagyni és műveket alkotni, és a mi küldetésünk is ezen az úton találkozik azzal az előadóval vagy előadókkal, akik ma ezt a díjat meg fogják nyerni, és előre is gratulálok neki. Az év hazai gyermekalbumának díját nyerte Kovácsovics Fruzsina. Mondtam én! Gratulálunk! Azt nehéz lenne szavakba önteni, hogy mit érzek, de szerintem a pulzusom az így jobban tudna beszélni, mert hogy körülbelül 5000. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy amikor egy ember egy új és ismeretlen dologba kezd bele, akkor az mindig egy kicsit ilyen félelmet keltő, és mindig bizonytalan. Hát én is félelemmel vágtam ebbe bele, és ez egy nagyon-nagyon jó visszaigazolás, hogy talán jó fába vágtam a fejszémet, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkinek köszönöm a közös munkát, és befejezem, nagyon szépen köszönöm! Ilyen, Kovácsovics Fruzsina, az év gyermek albumának díjazottja. Hát én azt gondolom, hogy lesz itt ma még néhány ilyen könnyes köszönő beszéd, és nem árt, hogyha áttekintjük a legtipikusabb szavakat és kifejezéseket, mondjuk így szolgáltató jelleggel. Talán emlékeznek arra, és ezt a kedves a képernyő előtt ülő nézőknek mondom én, hogy amikor ment a dallal sorozat, akkor főleg kollégiumokban, minden olyan esetben, amikor a szereplők egymásnak italt töltöttek, már pedig ez meglehetősen gyakran volt, akkor 50 csávó mondjuk a Ságvári Koleszba, hopp! És rá roppantott, úgyhogy ha ezek a mondatok, amelyeket mi most közhelyeknek nevezünk, ugye, felbukkannak az esti műsor során, akkor igyanak egy kortyot. Az elsőnél a legfontosabb valójában a láb rogyasztása. Jaj, erre nem is számítottam. És köszönöm mindenkinek, akit most elfelejtettem. Itt ja.
meg anyámnak is. Én nem készültem beszéddel, mert otthon maradt a Playback-es CD-m. Köszönöm a díjat, és külön köszönöm a szponzor ajándékot, ezt a kéthetes malibui luxus utazásról szóló DVD-t. Én nem is tudtam róla, hogy jelölve vagyok, igaz, a közönség sem tudja, hogy ki volnék. Az év hazai nép vagy világzenei albuma kategória következzé. Mama was queen of the mambo, papa was queen of the congo, till down in the jungle, tried to bang in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo born. Been to the big time, cause there is a lot of sun, from the jungle to the city, looking for another crown. So I play my boogie for the people to the city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie under. Az év nép vagy világzenei albuma. Firkin, ígyunk pálinkát! Nem jó a torkatnak, nem jó az anyja lát, hát ígyunk pálinkát! Kisegítem más... Hold Viola, Vándorfecske koncert. Meguntam ezt a legényt szeretni, de még jobban a gyűrűjét... Kaláka, Szabó Lőrinc. Lábakkal futni, futni, s mindig mindenütt célba jutni. Nikola Parov, minden, amit tudni akartál a világzenéről, de... Haja Bea, 1001 Szefárd éjszaka. Táncol minden a holt fényben. Szirtes Edina Mókus, Mókus és a Tau. Az év hazai nép vagy világzenei albuma Kaláka. Gratulálunk! Fogad szeretettel, mi csak közvetítők vagyunk, most befordulunk a közönség felé, tessék parancsolni. Hajós András úr, igen, ezt én tisztelettel átadom. Hát elég régóta vagy a pályán, úgyhogy a népzenében egy kicsit jobban eligazodsz, mint itt az asztalok között, de azért csak megérkeztél. Köszönöm szépen. Kérdezted, hogy mióta csinálja 44 éves idén a Kaláka? Még évlemezőt nem kaptuk. Bár mondjuk egyszer már volt egy évlemező, de az még a első punháborúk idejében volt a Nálatok laknak-e állatok? Hát ez most egy másik lemez. Szabó Lőrinc. Köszönöm szépen. Gratulálunk. A Volt Folio kulturális médiadíjat 11 évvel ezelőtt alapította. A Volt Fesztivál két alapítója, Fülöp Zoltán, Lóbenvejt Norbert. A Volt Folio kategóriái közül ma este először következzék a sajtó. Íme a jelöltek. Volt Folio Fair Play díj, nyomtatott sajtó. Bravo. Dalszerző. Hammerworld. Lángoló gitárok. Recorder. Tehát a Volt Folio 2013-as sajtódíjának nyertese a Hammerworld. Várjuk tehát a Hammerworld képviselőt a színpadon. Köszönjük szépen, melyik, én csak így alulról betámadok. Melyik ötöknek adjam, vagy közösen veszitek át? Köszönjük. Egy kicsit meg vagyok hatodva és meg vagyok lepve, mert még csak 25 éve csináljuk a magazint, úgyhogy nem számítottam igazán erre. 27 igazából. De minden esetre nagyon szépen köszönjük a díj alapítóinak, a zsűrinek. Nem mondja. Ja. És természetesen az olvasóinknak, akik ennyi idő keresztül velünk voltak, és tartották bennünk a lelket. Matán! Köszönjük szépen, kérem tisztelettel!
rengetegen próbálkoznak, ugye, tehát most már évi körülbelül 14 énekverseny van Magyarországon, különböző neveken, és hát vannak olyan, hát mondjuk így zenészek, akik nem kellő önismeret okán, hát mindig másra fogják azt, hogy nekik miért nem jött be. Következik a meg nem értett zenész. Nem jelöltek, nem érted, nem esik jól, de legalább megkérdezed, érted, szóval ez is már valami, hogy fáj. Hát nem fáj, de fáj. Annyi év után, 30 éve egy kicsit enyhén itt vagyok a szakmában, azért letettem egy-két dolgot az asztalra, de érted, megszoktam. Ma izé van perc csajok, ilyen nanoszekundum csávók, képernyő bolyok, meg ilyen katód görlök, image jankók, de hát ez a világ, ez most ilyen, most mi az igazi emberek, érted, akikben még van, vagy volt, vagy hát az most nem kell, akkor nem tud érdekelni, akkor érted, én megyek a saját utamon, ilyen reklámzenékben vagyok benne, illetve hát inkább ilyen alá zörejezések. Mit tudom én, gyümölcsokútban ilyen gyümölcscuppanás, csokitörés. De azért abban is lehet rock'n'rollt rakni, érted? De ugye gabona pehelye, hogy így az asztalra így leesik. Akár külföldön, Szlovákiában, vagy Ukrajnában is, hát ott is esznek jó kútot. Na mindegy, szóval én azért jelen vagyok. Most csináltam egy dalt, mert szoktam dalokat csinálni. Tényleg megpróbáltam. Frankóra megpróbáltam arra csinálni, hogy akkor jó, akkor ez kell nektek? Mert én nekem szóval van a muzsikával egy ilyen közvetlen összeköttetésem, és egyszerűen kell dal csinálnom. Nyári sláger, meg szerelem, meg egyszerűség, meg csőlátás, akkor tessék, érted? És akkor dehogy azért legyen benne egy csavar, hogy... Azért nem szar, érted? Szóval látod, te is bólogatni kezdted, érted? Szóval működik. Szóval egyből működik a dal. Együtt vagyunk megint, csak te meg én, együtt vagyunk. A nyár kezdetén, és előttünk van még a nyár, az egész nyár még minket vár, na mindegy, és akkor ha ez nem megy át, akkor érted, akkor én fölteszem a kezem, nem kell, érted, nem kell, semmi se kell, akkor nincs dal, akkor szevasztok. Nem azt mondom, hogy meg vagyok sértődve, de akkor érted, hallgassák, hogy neki milyen a kedvese. Szomorúbb az, hogy bár paródiának szántam, most így megnézve ekkora méretbe, sajnos igaz ez már inkább, de ez legyen az én személyes problémám. Foglalkozunk azokkal, akik díjakat kapnak. Következik az év hazai jazz albuma. In every life we have some trouble. When you worry you make it double. Don't worry, be happy. That we bring everybody down. Don't worry. Don't worry. Be happy. Be happy now. Ooh, 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 ooh. Don't worry. Ooh, be happy. We have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Az év jazz albuma. Budapest Jazz Orchestra. A Noiseful Joy. Jabi, down and up. Mrs. Kalambu, remake up. Won't you come and watch you wait? Nagy János, János Nagy in London. The Paid Holiday featuring Szirtes Edina a Mókus. The Paid Holiday. Oh no, wanna be social. If I stay here, that I feel the same.
Urbán Orsi, Mindig játék. Az év hazai jazz albuma, Mrs. Columbo. Sziasztok, szívből gratulálunk! Köszönöm szépen, hát ha ilyen tárkarok vannak, akkor gratulálok. Én is oda teszek egy bónusz tracket. Gratulálok. Teljes mire ne számíts, álljál szépen sorba. Te már köszönsz is. Gyerekek, valamit el kell mondanom, azt a Zsófi fogja. Úgyis ő a leghatározottabb a zenekarban. Azt kell elmondanom, hogy azt hittem, hogy ezt mindig begyakorolják, hogy úristen, meg vannak lepődve, de tényleg nem hittük, hogy meg fogjuk nyerni, és nagyon köszönjük! Mi is nagyon szépen köszönjük! Erről van szó. Ja, köszönjük szépen a családjainknak, barátainknak, szeretteinknek, a Magneuton kiadónak, Csontos Noémi Virágnak is, és a menedzserünknek, Dávid Istvánnak, és jöjjön mindenki Mrs. Columbo koncertre! Wow! Köszönjük szépen, és még egyszer szívből gratulálunk! Sziasztok! Kérem tisztelettel, azt találtuk ki, ezt mondhatom, hogy együtt, hogy szervezünk egy otthoni díjátadást is, ugye? Ez hasonló, mint amikor a szavazóbizottság az urnákkal kifárad a házhoz, és ehhez van nekünk, kérem szépen, egy díjátadó szettünk. Kérlek, András, hogy a legfontosabb rekviziteket emeld a magasba. A drága és bonyolult boríték helyett megteszi a közüzemi számlák borítékja, ugye otthoni díjátadásról van szó. Esetleg üdvözlő kártya boríték. Ha a számot meg akarjuk hallgatni, akkor egy nagyszerű kazettás hi-fi double stereo Anlage áll ugyebár rendelkezésre. Ezzel a Kressz, illetve autószerelésből ismert feltölthető lámpával a reflektorfényt varázsolhatjuk az otthonba, amelynek fénykörébe konfettit szórhatunk. Meghatódás ellen részben tépőzáros, részben papírzsebkendő áll rendelkezésre. A köszönőbeszéd hosszát stopperral mérhetjük. Meghatódás esetén egy kis utókezelés az orszívó, porszívó segítségével, és hát amennyiben a díjátadás túlságosan elhúzódna, vagy valami fajta vita alakulna ki, akkor a péklapát az, amely rendelkezésünkre áll. Alul van még 2 darab díj. Otthon a nagymamáé volt. Nagymama vázája, illetve, hát hogy egy ilyen rádiós feeling legyen, vagy zenei feeling, egy ilyen mikrofon, illetve egy... Bocsánat, csak madár kalitkába bekényszerített úgy mikrofon néz ki, ebben is nagymama rendelkezésre is benne van. Áll. Ez egészen irreverzibilis folyamatokat indítottál el. Következik az év klasszikus pop-rock albuma. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazom nem biztos, hogy neked nagyon jó. De mind a ketten várjuk azt, az elfogyott, elhagyott, ellopott, elrabolt. Egy, két, elfelejtett szó, minden ember jó. Itt megtalál egy szó, minden szó is jó. Ha embernek való, minden ember más, de éppen ez a jó, hát meddig várjuk mi? Hogy felhangzik egy elfelejtett szó. Az év klasszikus pop-rock albuma. Ákos 2084. Van a szíveden, mint előkelő idegen is vár. Ismerős arcok, kerítést bontok. Nem majd jön a segítség. Odett, hanyat homlok egyenes. Rúzsa Magdolna, 11. Takács Nikolász és a Full Moon, Music and Soul. Zséda, 5. érzék. Ágyas, mézes, minden csógód vízes.
Hölgyeim és uraim, következik akkor a klasszikus pop-rock kategória, amelynek idei díjazottja Odette. Gratulálunk! Odettnek nagy szeretettel átnyújtjuk ezt az igényes díjat. Puszi, puszi! Átnyújtunk néhány zsebkendőt, néhány textil zsebkendőt. Pár kedves szót, mérjük kedves az időt. Szó. Kezdődhet? Igen. Röviden. Hát akkor nagyon szépen szeretném ezt a díjat megköszönni. Főként bármennyire is klisé is, de az édesapámnak, Polgár Péternek, Takai Zoltán japánnak, aki az album producere volt, Müller Péter Sziáminak, aki a szöveget írta, azaz nagyon sokat rá, illetve Páter Sperunak, aki rengeteg sok segítséget adott ebben a lemezben. Köszönöm szépen! Remek! Köszönjük és gratulálunk! Őszintén! Köszönjük szépen, és következik a Volt Portfólió kulturális médiadíj következő kategóriája, a portál. Nézzük a jelölteket! Portfólió Feblédi web. Lángoló gitárok. Neston.hu. Quart. Zene.hu. Zeneszöveg.hu. A lángoló gitárok. Gratulálunk. Arra egy kicsit fordulj ki, lángoló hogy legyen egy gitárok. Ilyen jó. Te ide jössz. És egy pár szó. Tényleg nem készültem erre, köszönöm szépen a lángoló stábjának a nevében, meg Hajós Andrásnak, aki a legjobb kommentháborút vívta az oldalon a történelembe. Köszönöm, bármi is hangzott el. Köszönjük szépen. Egy szót se hallottam belőle, de az arcodból azt vettem ki, szívből gratulálunk, parancsolj a szó Hajós Andrásé. Nagyon sok diátadón voltunk már mindannyian, de soha nem fordult meg elő, hogy a te kártyáidat nézem. És ezért... Nem! Én átcseréltem, te de cserélted át, mindegy. Igen. Igen, szóval következik az év hazai hard rock vagy heavy metal albuma. Magad jobban, ha a kocsitban bomba robban, de a Szent Péter szigetekre vár, be van fizetve az útja önnek, a mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyám, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón menjek be? Mi atyám, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón menjek be? Mi atyám, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón menjek be? Melyik ajtón menjek be? Az év hard rock vagy heavy metal albuma. Darriada, Napisten hava. Insane, Conquer the World. Junkies, mi van veled, semmi? Leander Rising, Szívidomár. Tankcsapda, Rockmafia Debrecen. Az év hazai hard rock vagy heavy metal albuma, Junkies. Gratulálunk, gyerekek! Nagyszerű! Szevasz, gratulálunk! Kinek adjam át, ki a vezető? Tessék parancsolni!
forduljatok arra, zsebeljétek be a tapsot, és... Köszönjük szépen! Többiek kint cigiznek, nem élhetik át velünk ezt a hatalmas élményt. Szeretném beköszönni elsősorban Gerek, ő volt a lemez producere. Kellőjéknek az egész Mangy Recordsnak, mindenkinek nagyon köszönjük, ez egy hatalmas élmény. Bárcsak minden ilyen flottul menne, b***nek! 20 év, 20 év, 20 év! Kérem tisztelettel, ismét a Voltfólió kulturális média díj következik, ezúttal újságírók a célkeresztben. Voltfólió Fairplay díj, újságíró. Lénárd László, Déri Zsolt, Inkei Bence, Kis Krisztina, Németh Róbert. Könnyű zenei újságírás díját ebben az esztendőben nyerte Németh Róbert! Gratulálunk! Gratulálok, szervusz! Rövid leszek, köszönöm szépen! Ez valóban flottul ment, szívből gratulálunk. Következő kategóriánk az év hazai szórakoztató albumáé. Az év szórakoztató zenei albuma. Arany János, Szarka Gyula, Toldi zenés költemény. Csondor Kata, Hóban ébred, az ünnep dalai. Jut még bárkinek a tiszta fénybe. Group and Swing, Botrány. Hányszor fordul elő, mondd már, miért nem érti a nő, hogy a férfi a... Forgas Eszter, Szeretni bolondulásig. Szeretni bolondulásig, de finom lenne. Rakoncai Imre, Elszáll a gondom. Neked nem fáj, ami nekem fáj nagyon. Szent Martin, megint 20. Az év hazai szórakoztató zenei albuma Group and Swing. Ne ott csókolózzatok, itt csókolózzatok a színpadon! Isten hozott benneteket, gratulálok! Szevasztok! Szervusz, szervusz, szervusz! Hát akkor talán átadnám. Tessék parancsolni! Most hárman vagyunk itt a színpadon, négyen. A színpadon egyébként mindig tizen vagyunk, kilenc férfi és én. Ennek a tíz embernek a terméke és a gyümölcse, a gyermeke, ez a Botrány című második nagylemezünk. Szeretnénk külön megköszönni Romhányi Áronnak, a United zenekar billentyűsének, aki nagyon sokban segített és dalokat szerzett valahonnan. És két nagyon fontos szövegírónk, Lombos Marci és Födő Sándor Fidónak, aki 2006 óta velünk van, és együtt tolja velünk. Köszönjük szépen! Gratulálunk még egyszer, bárcsak egyszer te is így borulnál a nyakamba, Sándor. Voltfólió kulturális média díj. Életmű díja következik, a díjat átadják a korábban már említett alapító atyák, Fülöp Zoltán, Lóbenvert Norbert. Fülöp Zoltán, Lóbenvert Norbert! Sziasztok! Sziasztok, jó estét kívánok! Talán tudjátok, talán nem, hogy a Voltfóliónak van egy 20 tagú kuratóriuma. Az életmű díjat minden évben úgy választjuk meg, hogy a kuratórium tagjai jelölhetnek egy-egy személyt. Azt hiszem, hogy mindenkinél másfajta motiváció működik. Az Olival megbeszéltük, hogy mi esetünkben leginkább az működött idén is, és az elmúlt pár évben is, hogy kik azok a kulturális területen működő médiaszemélyiségek évtizedek óta,
akiknek mondjuk kis túlzással vagy túlzás nélkül köszönhetjük azt, hogy ezt a pályát választottuk. Akit idén jelöltünk, és nagyon örülök, hogy ő lesz az idei életműdíjasunk, ő azt hiszem, hogy gyerekkorunk Facebookja volt, hiszen vasárnaponként délután 4-től este 8-ig volt, hogy 9-ig a rádió mellett ültünk és őt hallgattuk, aztán másnap az volt a popzenei hír, amit ő bemondott. Ez volt a poptarisznya, és Bétót László az idei életműdíjasunk. Tényleg csak egy mondat, én elgondolkodtam azon, hogy életműdíj. Nézem, egy mondatban megpróbálom összefoglalni. Szeretném túlélni. Nagyon szépen köszönöm. Szavaztok. Gratulálunk! Következik az év hazai alternatív albuma. Load up our guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend. Hello, hello. Az év alternatív albuma 30Y Szentimentálé. Zárt körbe, hogy itt kell hagynod minden. Megint csak Emir Rulez, gyere át! Csak a séta, sajtos kifli, közben néha piros szőlő, fehér pesgő, pázsit zöld. Heaven Street 7, felkeltem a reggelt. Manoja, 100 Arms. Peter Fibori and the Love Band, Fehér éjszakák. Quimby, két koncert. Az év hazai alternatív albuma Manoja. Manoja! Én számítottam erre. Isten hozott benneteket, szívből gratulálunk. Most nem sütöm el azt a poént, hogy ki a Manoja, de esetleg engem érdekel. Te vagy a Manoja, akkor szeretettel átnyújtjuk. Puszi! És hajrá, és így tovább. Ha gondoljátok, mondjatok néhány szót. Ilyen konferálás mellett én mindent elfelejtettem, amivel eddig készültem is volna. De azt sajnos nem hagyhatom ki, hogy a szüleimnek megköszönjem, és az én nővéremnek, akik egy olyan meleg közeget biztosítottak a gyerekkoromban, amiben mindig része volt a zenének és a művészetnek. Ezt nagyon köszönöm nekik. Köszönöm mellettem álló Okkemnek, Lázár Tibinek, aki nagyon nagy segítségem volt a lemez producálásában. Ő köszöni. Nem tudom, hogy van-e még másodpercem, de... Van, végre! Köszönöm még annak a több mint 100 embernek, aki a lemezt megvette, meghallgatta, és vissza is írt nekem olyan csodálatos, szinte könnyeket fagasztó sorokkal, hogy milyen hatással volt rájuk a lemez. Köszönöm szépen, érdemes volt. Még egyszer gratulálok! Most azonban egy mindannyiunkat érintő kezdeményezés, ahogy itt kiírva is látszik a Voltfolio díj mellett, Fair Play. Ez a kezdeményezés egy szívemhez igen közel álló dologról szól. Annak idején magam is, mint ahogy mindannyian, akik itt vannak zenészként,
A saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy az internet minden csodálatossága és segítő képessége ellenére bizony nehezíti is a helyzetünket anyagi értelemben, a letöltésről van szó. A világ elment ebbe az irányba, ezen keseregni kár, nem fogjuk az internetet traktorral bezúzni tudni valószínűleg. Most már egyet lehet tenni, kedvesen megkérni a közönséget arra, hogy azért a maga módján mégiscsak próbálja megtisztelni azt a munkát, amit a zenészek ti, akik itt vagytok, egész életetekben értük, végeztek. Erről szólt tehát a Fair Play kezdeményezés, rengeteg formája van már a digitálisan való vásárlásnak, ezt kívánja népszerűsíteni a közönség körében. Akit ez még jobban érdekel, az tekintse meg a www.fairplayhungary.hu, máshogy szólva fairplayhungary.hu webcímet. Ez a zenészek számára is hasznos weboldal lehet. Köszönjük, támogassátok ezt a kezdeményezést mindannyiunk, és a magyar zene mind tovább történő fennmaradása érdekében. Köszönjük szépen! Ehhez még annyit el kell mondani, de a TAPS természetesen Hajós kollégája, hogy ezt a díjat tegnap átadták egy budapesti és egy vidéki klubban, tehát ezt a díjat nem itt és nem most fogjuk átadni, jól lehet, szeretnénk. Van ezzel kapcsolatban egy kis bejátszásunk, arra kérlek benneteket, hogy ezt tekintsük meg. Portfolio Fair Play Budapesti Klub. Mi ugyanolyan megszállottak vagyunk a kultúrai rend, a zenei rend, mint maguk a zenészek. Lehet, hogy a zenészek ezt az összefonódást érzik. Azt, hogy itt mindannyian nagyon-nagyon igyekszünk azért tenni, hogy a kultúra, a zene eljusson az emberekhez. Talán ez az összefonódás, ez a rokonság a zenészekkel az indok, ami miatt idén is mi kaptuk meg ezt a nagyon megtisztelő díjat. Portfolio Fair Play Vidéki Klub. Az év vidéki klubja volt folió szavazáson nagyon szoros versenyben voltatok egy másik klubbal az utolsó pillanatig, de mivel ez a másik klub elég tetemes jogdíjtartozást halmozott fel a zeneszerzők felé, így sajnos ki kell zárni a versenyből, mert hogy az nem fair play, hogyha a zenészeknek tartozik. Így a Jöte az idén másodszor is elhódította az év vidéki klubja címet, amihez gratulálunk nagyon sokszor. Minek köszönhető szerinted, hogy a zenészek ennyire szeretnek benneteket? Először is köszönjük szépen ezt a díjat. Nagyon jól esik, hogy idén is nekünk szavazták a legjobb vidéki klub díjat. Talán annak köszönhető, hogy sűrűn lépnek föl nálunk. Szeretünk velük együtt dolgozni, egy olyan bensőséges hangulat alakul ki a koncertek által, a közönség segítségével, ami szerintem visszacsalogatja őket évről évre. Következő díj az elektronikus zene kategória lesz. Ezügyben szerettük volna megkérdezni az utca emberét, mit gondol, ki lesz a kategória győztese? Elektronikus? Elektronikus. Az gitárral játszák? Szerintem a Carbon Fools és a Szeropálma együtt megosztva. Chris Lawyer featuring Craig Davis. Nem, a Carbon Fools. Léci, a Carbon Fools. Én inkább a Color Star-t szeretném. Én a Deriket szeretem. Szerintem a Derik nyer. Mein Lufgesang fährt heuges volle Rale. Jó napot kívánok, jegyeket, bérleteket kérem. Vangelis. Biztosan a Vangelis. Másfél kiló maradhat? Kérnek rá levet is? Ó, a kedvesem. Ő az én kedvesem. Következik most pedig len a... év hazai elektronikus zenei produkciójának kategóriája. Love is like a sin, I love all the one that fails. Look at her with her eyes like a flame. She will love you like a flower, never love you.
elektronikus zenei produkciója. Chris Lawyer. Color Star. Stereo Palma featuring Craig David. The Carbon Fools. Zoo Hacker. Hölgyeim és uraim, az év elektronikus albuma díjat átadja Mosonyi Csaba úr, a Ballantines marketing igazgatója. Köszöntök én is mindenkit a Ballantines nevében. Örülök, hogy itt lehetünk tavaly év után ismét. Az év hazai elektronikus zenei produkciója, Zoo Hacker. Ó, csak bejött ez a Zoo Hacker. Köszönöm a díjat a döntéshozóknak és a közönségnek, és természetesen a kiadómnak, a CLS Recordsnak, és a zenésztársaimnak, alapvetően Judy J-nek, hiszen nélküle ezek a darabok csak instrumentális alkotások lennének. Köszönöm még egyszer! Mi is köszönjük szépen, és szívből gratulálunk! Következő kategóriánk a Voltfolio Televízió díja. Voltfolio Fairplay díj, televízió. Duna TV. Koncertek az A38 hajón. Lévai Balázs. MTV. Propaganda. Ők tehát a jelöltek, a Voltfolio TV kategóriájának díját átadja. Rózsa Iván, a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója, fogadják szeretettel. Ilyen Iván! Jó estét kívánok! A TV kategória győztese, hogy ne szaporítsam a szót, a propaganda. Szívből gratulálunk, Tilla. Tilla azért jön ide, mert én is szerepeltem ebbe a műsorba. Csókolom a kezedet, és Kis Tamás Laci, a Magyar Avangard régi titkos harcosa, érdemes rá figyelni, aki annak idején a Vákum TV életrehívásával, mondjuk így, hogy műfaj teremtett. Ez szép. Köszönjük szépen, hát először is a riportalanyoknak köszönjük, akik hajlandók velem szobálni, hajlandók velünk végigcsinálni egy napot, mindig nagyon fárasztó a propagandában forgatni, úgyhogy ők a legfontosabbak, és minden kedves munkatársunknak. Ez egy 10 éves műsor, sok mindenki dolgozott velünk, úgyhogy köszönjük szépen, nagyon boldogok vagyunk. Akkor én csak annyit mondanék, hogy köszönjük! Köszönjük, gratulunk a díjazottaknak! Most következik az egyik legizgalmasabb kategória, az év hazai felfedezetje. Az év hazai felfedezetje. Bye, Alex! Csókolom, megérkeztem. Heinz Gábor Biga. Indigo. Iván and the Parazol. Radics Gigi. Az év hazai felfedezetje, Bye Alex! Szervusz! Gratulálok! Hello, hello! Mondasz esetleg egy keresetlen szót? Felpróbálhatnám a sapkádat? Nem. Parancsolj. A díjat valakinek odaadom, jó? Vagy talán neked? Hát akkor sziasztok.
fura, hogy itt állok előttetek ezzel a szakmai elismeréssel, hiszen az utóbbi 3 hónapban pont a szakma volt az, aki kicsit ellenlábason volt, úgy éreztem. Meg kell köszönnöm azt hiszem ezt a CLS-nek, hiszen ők jelöltek engem erre a versenyre, és így jutottam oda. Meg hát itt ennek a két arcnak mögöttem, akik ott voltak mellettem, és mindenféle problémás dolgaimat kezelték. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és kívánok szép estét nektek! Gratulálunk! Hölgyeim és uraim, itt a műsor vége felé bandukolva, gondoljunk azokra is, akik a mai estén nem kaptak díjat, mondjuk így, hogy nem nyertek, bár ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy valamennyien nyertesek vagyunk. Melyek azok a kifogások, melyek azok az exkuzáló mondatok, amelyek segíthetik a jelenlévők egy részét kijönni a vákumból? De ez marha érdekes. Tényleg, amit képviselsz, ez azt kell mondjam, hogy egy optometriai ritkaság, mert egy egész rövid sávban látsz. Ugye, mert táblát nem kértél, hogy odáig nem látsz át, ellenben felolvasni sem tudod. Tehát mi az a hasznos tartomány, ahol esetleg be tudsz élesedni? Hát vedd fel nyugodtan a szemüvegedet. De nem szégyen az. Nem szégyen figyeltem. Az. Nézzek, vannak sztárok is szemüveggel, tehát így is lehet teljes életet élni. Nyugodtan vedd fel szépen. Nem ez a probléma, Sándor, hanem nem figyeltem. Kicsit koszosna, de az hát nem baj. Az én részem az jön. Mindegy, nem nyertünk, anyám még lángosütője, úgyis nagyobb rock and roll. Taps! Nem értem, hogy kaphatta a díjat a nyomorult, amikor pedig a YouTube-on már 2 millióan megnézték a Panibba mártom a szívedet és kirántom, mint a fennekező sporthorgász című számomat. Nem érdekel az egész, úgyis műsorvezető vagyok, 10-szeres a gázsim. Te figyelj, ez a zsűr, érted? Figyelj, ez a zsűr, ez annyira korrupt, érted, hogy adtam nekik egy kis zseton, te jön vissza is kérem, szóval korrektem. Valamint nem beszélni magyar. Én tavaly már úgyis nyertem, legyen egyszer valami sikerélménye Ákosnak is. Köszönjük szépen, most pedig következik az év hazai modern pop-rock albuma. Kicsit szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem. Nem látom tisztán a hónapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig telt poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, ha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen, összefutnánk egy másik életben. Kicsit szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalom. Félig telt poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen, összefutnánk egy másik életben. Az év modern pop-rock albuma. Anna and the Barbies, Ánel. Anti-fitness klub. Metamorfózis. Intim torna illegál. Kísérlet. Majka, Curtis, BLR. Belehalok. Sostul egy büdös nagy pofon, ami akkor elcsattan az arcomon. Hogy eszembe se jut. Radics Gigi, vadonatúj érzés. We are rockstars. Let it be. A modern az év hazai modern pop-rock albuma,
Anna and the Barbies. Senki bele nem halt, még komédiában, Réka csak színész, az élet a tiéd. Szervusztok, gratulálunk! Gratulálunk! Gyertek, gyertek! Hát ő az Anna, ezt azért lehet sejteni, hallottalak a rádióba, szívből gratulálsz, és akkor neked tisztelettel át is adnám ezt a díjat, nektek is szívből gratulálok, szervusz, neked már gratuláltam. Mondjatok. Szeretni bolondulási! De fincsa lenne! Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a díjat. Szeretném elsősorban megköszönni a testvéremnek, akivel 20 év óta együtt próbálunk mindenfélét elérni, és most sikerült. Köszönjük szépen! A zenekaromnak, Bumnó Marcika, Hernádi Decibel Dávid, Vági Tomi és Jávor atya! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, köszönöm a kiadónknak, CLS-nek, Bentabát Ádámnak, Trunkos Andrásnak, akik hittek bennünk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a rajongóinknak, akik egy olyan közel 10 évvel ezelőtt fogták a hátsunkat, és föltoltak minket a Fészek színpadára, különböző kiskocsmák színpadára, és most idén a Volton nagy színpadosok vagyunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, kezdjetek el zenélni! És anyukámnak is köszönöm szépen! Mi is szívből gratulálunk! Ez volt az Anna és a Barbie. Köszönjük szépen! Most pedig egy újabb Volt Folio kulturális díj következik, ezúttal a rádió kategóriából, rádiók, rádiós műsorvezetők, illetve rádió programok. Volt Folio Fairplay díj, rádió. Akusztik. Klassz FM. Horváth Gergely. Kultúrfitness. Petőfi Rádió. Rádió kategória győztese 2013-ban Petőfi Rádió. Az egész. Szervusz! Téged hogy hívnak? Borcsik Attila. Borcsik Attila, mi vagy te ott? Ilyen zenei szerkesztő. Zenei szerkesztő. Borcsik Attila. Szívből fogad a Petőfi Rádió és a Petőfi Rádió hallgatói nevében ezt a díjat. Hogy... Rólam a rádióról van szó, csak engem küldtek ki. De egyébként őszintén nagyon kellemetlen, hogy minden évben ide ki kell jönni, de tényleg akárhonnan nézem, mi vagyunk a legrobb rádió. Köszönjük szépen! A legfontosabb díjak egyike adódik most át. Az év hazai dala. Az év hazai dala, 30 dalból választotta ki a Petőfi Rádió, illetve a Fonogram, a most a borítékban lapuló nyertest. Mind a 30 dal felsorolásától természetesen eltekintünk, de annál nagyobb izgalommal várjuk. Az év dala, Belehalok! Ez a mai tájé. Keresem bennem még a helyem, nem látom tisztán a holnapot. Szervusz, szeretettel gratulálok, forduljuk a közönség felé, szevasztok! Tessék parancsolni! Tehát az év dala, Belehalok címmel! A kezi csókolom, szép estét kívánunk mindenkinek! Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, meg köszönjük szépen, hogy jelöltek minket egyáltalán. Nyilvánvalóan ez egyébként egy eltérő kategória a mai este folyamán, hiszen a Facebookon kellett lájkolni egy bizonyos képet, és itt aztán tényleg a közönség döntött, nem a szakma. Hát hála jó Istennek, úgy alakult, hogy minket a közönség szeret. Én ezzel teljesen megbékéltem, és sokkal jobban örülök neki, mint másnak. És egyébként mindent nagyon meg szeretnénk köszönni egyébként ezt a produkciót, amit mi képviselünk a szövegíróinknak, meg a zeneszerzőinknek, azaz saját magunknak, úgyhogy köszönjük szépen. Gratulálunk még egyszer! Még Jós úrnak, ugye, mert a felvétel előtt beszéltem a kiadónk Atya úristenével, és kérdezte, hogy megvan-e a helye. Hát nem volt meg a helye, mert nem vártunk rá, de most már valahol megtalálom majd a helyét. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nincsen Fonogram Gála életmű díj nélkül. Ez következik az idei évben. A hagyományoknak megfelelően Szűcs László, a MAHASZ elnöke adja át a díjat. Itt vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét!
2013-ban Fonogram életműdíjas egy zenész és producer, aki nagyon sokat tett és tesz a magyar zenészek és a magyar zenei kultúra hírnevének öregbítéséért. Teszi mindezt egyébként nem Magyarországon, hanem külföldön, Németországban él. A 70-es évek végén lett ismert, és azóta építi a zenészi, produceri karrierjét nagyon nagy sikerrel. A továbbiakról nézzünk meg egy kis filmet. Jövök a hosszú hídon, az álmos folyón át. Az egyik part az otthon, a másik a nagy világ. Tán lesz ki megismer még, és tudják még nevem, ahol születtem. I promise you, he will make it. Leslie is a, you know, is a great musician, and very rare that you get good musicians and good record producers in the same person. The one that comes to mind, the greatest person who had that kind of talent was Duke Ellington that I can think of. He's like the Hungarian Quincy Jones. As a sort of fellow drummer, he knows the importance of the rhythm of the thing. He was so supportive and sort of. Especially with Leslie's background being Hungarian and the history of what has gone on in this country and how he fled the communist imprisonment to go to another country and make it as a musician is very admirable. Chances these. FC Bayern, FC Bayern, guck mal, Eis der Welt. Weil er Kraft und Tanken hat. Wir sind stark und wir sind. Ja, der hat die, weil der ist sweet und hat immer Appetit. Die Party. Ride through the secrets of life, fly over the rainbow. Just move through the rhythm of the tide. What a day for a daydream. What a ride with the secrets of life, fly over the rainbow. Stop telling in the rhythm of the time. What a day for a daydream. Hölgyeim és uraim, 2013-ban Fonogram életműdíjas Mándoki László. Az idén 60 esztendős Mándoki László. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm. Nagyon hálás vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés számomra. De tulajdonképpen nekem ez még nem jár. Én túlságosan fiatalnak érzem magam a dologhoz. Az életműnek valahol a közepén érzem magam, úgyhogy még nagyon sok koncert, nagyon sok turné, nagyon sok CD, sok-sok filmzene van bennem, úgyhogy remélem, hogy pár év múlva újra látjuk egymást. Ez az egyik ok. A másik meg úgy érzem, hogy nem igazán érdemlem én ezt meg. Én 21 és fél éves voltam, amikor ti itthon maradtok mindannyian, mint kalandorok, én meg elmentem a biztosba. És nagyon-nagyon hálás vagyok, és most elmondhatnám a Tótótól a Lionel Richieig, a Phil Collinstől a Jennifer Rushig, a Csaka Kántól, sok minden más művésznek, akinek rám bízta magát, és tényleg azzal a bizalommal sok-sok lemezt, és sok turnét, és sok filmzenét csinálhatunk, de tulajdonképpen itt és ma, szülővárosomban azt szeretném elmondani, hogy a Charlie-nak a buliain 16 évesen tanultam bizonyos dolgokat a zenéről. Az, hogy a Dusánnak a szövegein, a Brody Jancsinak, a Teenagernek a szövegein nőttem föl. Srácok, itt olyan csodálatos zene volt az 70-es évek elején, a 60-as évek végén. Ha eljárhattam, mint Teenager 15 évesen, a Rózsinak a koncertjeinre a Bergendivel, lent Tihany és valami, nem tudom, Zamárdi között azt hiszem, ahol csodálatos hangok, csodálatos nóták, és rajtadok nőttem föl, a Siriuson nőhettem föl, tényleg a Pataki László meg az Olszánszki Cseki megadták nekem azt a lehetőséget, hogy mint tínédzser a zenekar előtt játszottunk a bandánkkal. Én
nagyon hálás vagyok a tanáraimnak, a Kovács Gyula talán most föntől talán hallgat minket, Gonda János, és tulajdonképpen gyerekek, hallgassátok meg a Zoránnak a lemezét, a Körtáncot, vagy ezt a csodálatos, az Illés Szekerén a tinédzsernek. A tinédzser, te másképp döntöttél, mint én. Te akkor, mikor letiltattatok titeket, te a BBC-nél voltatok, hazajöttél. Én nem mertem hazajönni, ez a kalandvágy nem vont meg bennem, én ott maradtam a biztosba. Tinédzser, hát egy ilyen nótát, amit ma megérsz, a szép szerelem, hát hey, az egész világ ezen nőtt föl. Gyerekek, ti akkora zenészek vagytok, egyszer le a kalappal előttetek. Én köszönöm, tulajdonképpen ez nektek kell. Még egy életműdíjasunk van az idén. Ideje korán távozott el közülünk egy egészen fantasztikus tehetség. A rendszerváltással gyakorlatilag egy időben született meg az ő zenekara, a Republic zenekar, és gyakorlatilag az azóta eltelt 23 évnek az egyik legsikeresebb hazai produkciója volt, mind lemezen, mind élőben. Sok százezer lemezt adtak el, egy ország kedvencei. Olyan dalokat írt, amelyek nemhogy klasszikussá vált sok közülük azóta a dolog szakmai értelmében, hanem a zenei szakmán messze túlmutató mennyiségű közönséghez jutott el, ami a legnagyobb dolog, ami történhet szerintem a pop és rock zenében, hogy nem csak azok, akik kifejezetten figyelnek erre a műfajra, hanem mindenki az országban ismeri ezeket a dalokat. Nem hogy klasszikusok, hanem gyakorlatilag a magyar folklór részeivé vált némelyik, olyan mértékben, hogy iskolai ballagásokon éneklik őket. Egészen példátlan módon egy elképesztően szuggesztív színpadi egyéniség, egy fantasztikus dalszerző, egy fantasztikus frontember, 2013-ban posztumusz életműdíjas Bódi László cipő. Nagyon nehéz megszólalnom ebbe a percbe. Azt hiszem, hogy nem nekem kellett volna átvenni ezt a díjat. De köszönöm önöknek az elismerést. Meg szeretném köszönni a zenekarnak, mert ez egy csapatmunka volt. Együtt dolgoztak 23 évet. Úgy szintén meg szeretném köszönni a stábnak, minden stábnak, aki együtt dolgozott a zenekarral, a menedzsernek, a Bela Miklósnak. És minden előadó művésznek, aki tovább viszi méltósággal a Laci dalait. Úgy szintén meg szeretném köszönni a közönségnek. És szép estét kívánok önöknek továbbra is. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, ennyi volt ma estére a 2013-as Fonogram Volt Portfólió Fair Play gála. Remélem jól szórakoztak, szép estét kívánunk! Zárásképpen pedig Bódi László cipő emlékének szeretnénk tisztelegni egy különleges színpadi produkcióval. Jó éjszakát! Nagy esőkönnek is elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám diderekve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és menj dörök. A csillagokkal, ha szédülök,
esik az eső, és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én is hazatalálok. Nagy esők jönnek, és itt maradok örökre. A 67-es út mellett, az árokparton ülve. Jár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szévülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én is hazatalálok. Nagy esők jön, és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám diderekve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én is hazatalálok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én is hazatalálok. Oh, no. Nagy esők jönnek, és itt maradok, itt maradok örökre. A 67-es út mellett, az árok parton ülve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rá. Mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én is. Hazatalálsz.